Kerámiaedények, helyi pékáru és még számos kézműves termék van ebben a kincses ládában, amit a mecsegnádasdiak töltöttek meg. A helyi értékeket bemutatva a 2022-es szezon turisztikai terveit ismertették a Mecsegnádasd Open turisztikai NKFT alapítói. A magánszemélyekből és vállalkozásokból álló társulás 18 alapító taggal jött létre 2021 év végén. A célunk az volt, hogy bevonva a helyi vállalkozókat és helyi magánszemélyeket létrejöjjön egy olyan turisztikai célokat támogató non-profit cég, ami alá tudja támasztani a helyben megtalálható értékeket, és úgy tudja megmutatni az ideérkező vendégeknek, hogy az attraktív tudjon lenni, és mindenki számára befogadható és értékes idő legyen az itt eltöltött idő. Az idei év a Schwabságról szól majd a településen. Cél, hogy minden hétre kínáljanak programokat a szervezők. A számos rendezvény mellett újdonságokkal is készülnek a tagok. Szeretnénk meghonosítani többek között egy illatversenyt, egy országos illatmustrával készülünk, 3 fordulóval, tavasszal, nyáron, illetve ősszel. Ezen felül gondolunk a fiatalokra is, különböző fiatalokat megcélzó eseményekkel, stand-up fellépésekkel, szabadidő eltöltésig kapcsolódási lehetőségekkel készülünk. Emellett nagy hangsúlyt kap a borturizmus is, hiszen számos borász Mecsegnádasdon tevékenykedik. A Magyarországi Németek Országos Borversenye, a Top 25 és a borbarangoló eseményeken túl nyitott pincék is várják az érdeklődőket a településen. De egy régi hagyományt is szeretnének feléleszteni, melynek középpontjában a Schiller bor áll. Ez egy olyan borféleség a rozé és a vörösbor között, ami most egy kicsit háttérbe szorult, viszont gasztronómiai érdekessége, hogy nagyon sok ételhez társítható, talán még többhöz, mint a rozé, és különböző egyéb alkalmakkor is nagyon jó társa lehet a beszélgetéseknek, illetve a baráti találkozóknak. A Mecsek lábánál fekvő falu vonzereje különleges természeti értékei mellett épített kulturális örökségének, a sváb gasztronómia ízeinek, a borturizmusnak, a helyi legendák, hagyományok és népi kézműves mesterségek megőrzésének, illetve a településbe hálózó országos és nemzetközi turista, illetve zarándokutaknak köszönhető, hangzott el az eseményen.